A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép jó estét kívánok, köszöntöm kulturális magazinunk a Paletta nézőit, április 16-án, kedden, 17 óra 20 perckor. Mai adásunkban először egy összefoglalót láthatnak Schramm Nándor fotókiállításáról, majd ellátogatunk az Óperenciás Mesemondó verseny döntőjére. Ezt követően találkozhatnak Juhász Előddel, aki a Csóri Sándor Társaság vendége volt, illetve Ács Tamás színművésszel. Ő ezúttal Babits Mihály Jónás könyve című művét dolgozta fel, végül pedig beszámolunk az Alba Régia Szimfonikus Zenekar Győzelem című nagysikerű koncertjéről. Tartsanak velünk! Székesfehérváron is nagy sikert aratott Schramm Nándor Nicsi Tapi Indián Portré című fotókiállítása. Az alkotó, akinek társaságban Cara Big Plume, a kanadai denetörzs tagja is megjelent, az észak-amerikai indián törzsek életében nyújt bepillantást. Székesfehérváron a Szent István Művelődési Ház adott otthont Schramm András fotóművész Indián Portré című kiállításának. A több mint negyed százada a tengeren túlon élő alkotó azt a fotósorozatát hozta el városunkba, amely az észak-amerikai és a kanadai indián őslakosság reprezentáns személyiségeit, környezetét, tájait mutatja be. A különleges spirituális világ lakói ma is hiteles képviselői a valaha voltnak, mindannak, amit kulturális hagyományaikból megőriztek a mának. Ez egy misszió is, hiszen a portrék ugye azért minden ember olyan, hogy először talán egy kicsit meg kell győzni arról, hogy mi az, amit az ember akar. Egy jó indulatot, az, hogy amit én vissza akarok nekik adni, az ő nekik tényleg meg fogja őrizni az ő ugye, történelmüket, a szépségüket, azt a magasztosságot, amit még gyerekkoromban is ugye az ember látta, azt a bátorságot, azt a hihetetlen erőt, amit az ember látott gyerekkorában. Úgyhogy beletellett egy kis idő, hogy velük ezt meg tudjam osztani, és amikor már meglátták a képeket, akkor onnantól kezdve egy kicsit könnyebb volt velük dolgozni. Nekem nagyon fontos az, hogy autentikus legyen az egész, ugye? Tehát nem eltérő attól. Most talán éppen ezért a képek maga is ebben a úgynevezett ilyen antik, szépiás stílusban vannak megfotózva, illetve utómunkázva, mert hogyha most megnéznénk, és természetesen egy indiánnak nagyon szép színesek a ruhái, meg ugye a gyöngyök, amik bele vannak varva, viszont vissza akartam vinni pont arra az időre, akkor még, amikor még ezek az autentikus bőrök, szőrök voltak, elvéve ugye a mai világnak ezt a kicsit modernitását, ezt az UV-zöld, UV-pirosat, amit néha napján még ők is használnak. Ez negyed század, én azt gondolom, hogy csak egy szelete a negyed századnak, de mennyire jelent megerősítést az az óriási érdeklődés, ami ezt a tárlatot kíséri? Hát én gondoltam, hogy esetleg fog ezt tetszeni az embereknek, de azt a visszajelzést, amit itt kaptunk az egy hónap alatt, az fenomenális volt tényleg. Úgyhogy nagyon-nagyon örülök, hogy eljöttek, és amit mondták itt a vezetőségben is, hogy rengeteg iskola jött el megnézni ezt, mert egy annyira egyedi világot mutat be, amit ugye a mai ember, főleg itt Európában nem tapasztal. Nincs kétségem felőle, hogy további nagy terveid vannak, Kovádis, merre mész? Majd most már azt mondom, hogy a képeken keresztül sikerült úgy bekerülnem hozzájuk, hogy ők is látják, hogy amit én most itt fotóztam róluk és velük, az egy fontos dolog nekik is, úgyhogy megnyílnak ezek a kapuk egy kicsit jobban, és most már el tudok menni olyan helyekre is, ahol régebben nem fogadtak be. Úgyhogy viszem tovább ezt az egész stílust, ezt az egész portréfotózást, és egy kicsit a mindennapjukat is majd meg akarom örökíteni abban, hogy majd talán egy pár év múlva egy könyv is készüljön ebből a gyönyörű anyagból. Schramm András meghívására a magyarországi bemutatóra elkísérte az alkotót, az Észak-Kanada bozótos és sarkvidéki régióiban élő első őslakos nép, a denetörzs varázslatos hölgytagja, Cara Big Plume is, aki elmondta, megerősítést nyújt számukra, hogy egy ilyen fotósorozaton mutathatják meg népeik történetét. Büszke vagyok arra, hogy együtt dolgozhattunk, és egy ilyen gyönyörű anyagot tudtunk elhozni Magyarországra is.
Nem csak az én törzsem, a többiek is, akiket Sram András megörökített a fotóin, azok reprezentálják a kanadai indián őslakosságot, és ezért nagyon szép ez az egész. Ezek a képek mutatják be hitelesen népünket, és az, hogy ezt én elkísértem Európába, az azért történt, mert szerettük volna személyesen is elmondani, hogy a különböző törzsek otthonai, meghatározó személyiségei hitelesen szerepelnek a fotókon. Mi a saját kultúránkban, a törzsi szokásainkban élve fontosnak tartjuk, hogy ezt Európában is megismerjék. A tárlat a jelenlét és a felemelő pillanatok összessége, évszázados hagyománytisztelet megerősítése a 21. század embereinek, mindazoknak, akik a különleges kulturális hagyományokban bővelkedő népcsoportok kalandos, ugyanakkor a jelenben is élő történetét kívánják megismerni, kicsit másként. A mesék birodalmába repítették a gyerekek a csütörtöki 23. óperenciás Fejérvár megyei mesemondjó verseny döntőjében a Gárdonyi Géza művelődési ház és könyvtárban. Egyszer két festék meg, egy kék, meg egy sárga, egymás mellé esett a papírra. Egészen közel a szék összeért. Nem menne kicsit távolabb, mondta ingerülten a kék. A második osztályos Pereces Lili Petra igazán nagy beleéléssel adta elő a Kék meg a Sárga című művet. Ő is egyike volt a 18 tagú iskolásokból álló óperenciás mesemondó verseny döntős csapatának. Először a kék az megszólal, és nagyon gúnyos, és a sárga az meg próbálja megvédeni magát, próbálja megvédeni magát. Már Lázár Ervin neve garancia volt arra, hogy a programon ezúttal is igényes történetekkel rukkolnak elő a fiatalok, akik közül többen nem először álltak közönség elé. A gyerekek a Gárdonyi Géza Művelődési Ház mesepontján mutatkoztak be ismét. A programra idén 120 gyermek jelentkezett izgalmas történetekkel. Az idei évben 23. alkalommal sikerült meghirdetnünk óperenciás Fejérvár megyei mesemondó versenyünket. Ez 2018 óta Fejér megyei érték is. Azt gondolom, hogy egyre több gyerek jelentkezik ezekre a versenyekre, és ez az idei évben be is bizonyosodott, hiszen a tavalyi 83 jelentkező után most az idén 120 gyermek jelentkezett. Mi a korosztály, hogyan kell ezt elképzelni? Egészen elsőtől 8. osztály korosztályig várjuk a gyerekeket. 3 korcsoportra bontottuk őket, 1., 2. osztály, 3., 4., illetve 5., 8. Mi a célja pontosan ennek a programnak? A célja az, hogy meséket mondjanak, a gyerekek tanuljanak, és ezáltal nagyon-nagyon sok mindent egyébként magukba is szívnak, hiszen rengeteg szókincset fejleszt a mesemondás, a mesetanulása, a kreativitást, a gondolkodást, de az, hogy ki kell állni idegen emberek elé, az is nagyon-nagyon kamatoztatja ez a gyerekek tudását. Milyen művekkel készülhettek egyébként a gyerekek? Népmesével készülhettek, illetve műmesével is készülhettek. Nagyon változó, nagyon vegyes, tehát van, aki népmesékkel készül, van, aki pedig tényleg műmesékkel, Lázár Ervin, Mészöly Miklós és Döbrentei Ildikó meséivel is. Hogy egy kicsit magán a programon is túlmenjünk, magát a pedagógiai módszertanát elemezzük egy kicsit ki, hogy miért lenne fontos a mese, a költemények, versek és ezeknek a tábora minél több gyerekhez eljusson. Szerinted miért lenne ez lényeges? Én azt gondolom, hogy minél többet megtanulnak, az mindig a sajátjuk. Azt nem veheti el tőlük senki, arra tudnak emlékezni, és azt ők át tudják adni a saját gyermekeiknek is, ugyanígy el tudják mesélni, hiszen ma a mesemondás, én azt gondolom, hogy nem csak gyerekeknek, hanem a felnőttek műfajai, és az is kellene, hogy legyen, és azt gondolom, hogy minél több mesét érdemes hallgatnunk és tanulnunk. Megérkeztek tehát a szegény legények, a király kisasszonyok, megmutatkozott a gonoszság és az önzetlenség, azaz a gyerekek mese repertoárja ebben az évben is el- és kifogyhatatlan volt. Szabó Miklós Bence mesemondó, a Fehérvár Média Centrum szerkesztő riporter műsorvezetője, Csabai Dorina Eszter meseterapeuta és Lovranics Júlia Villő író mesemondó előtt tettek tanúbizonyságot tehetségükről a gyerekek. A 3-tagú zsűri több szempontot is figyelt a produkciók közben. Először is ugye versenyen vagyunk, és én mindig azt szoktam mondani, hogy mesékkel nem lehet versenyezni, ez nem más,
mint egy mesés együttlét, úgyhogy én így tekintek rá, és ha én így tekintek rá, akkor kicsit talán oldódik az izgalom bennem, az izgatottság, és akkor talán a gyerekekre is ez átragad, és akkor ők is egy kicsit bele tudnak ebbe lazulni. Amit figyelni fogunk, az pontosan ez, itt beszéltem a zsűri többi tagjával is, hogy mennyire élik a gyerekek a mesét, mennyire illik hozzájuk az az adott történet, mennyire tud az ő hangjukon őszintén megszólalni a történet, átjönnek-e a vicces, esetleg komikus jelenetek, mennyire illik hozzájuk az a mese. Úgyhogy nagyjából ilyesmikre figyelünk oda. A programon 4 korosztályban hirdettek győztest, a díjazottak értékes könyvjutalomban részesültek, de a többiek sem mentek haza üres kézzel, kortársaik által írt mesékkel térhettek haza. Figyelj, a vége, a mesének itt a vége. Juhász Előd a legendás zenetörténész volt a Szent István Művelődési Ház vendége, a legendás szakember Bakonyi István moderálása mellett vallott pályájáról. A Szent István Művelődési Házban folytatódott Bakonyi István portrébeszélgetés sorozata. A Csóri Sándor Társaság rendezvényén a József Attila díjas irodalomtörténész vendégeként Juhász Előd az elmúlt fél évszázad népszerű zenetörténésze a Katolikus Rádió jelenlegi munkatársaként tekintett vissza veretes pályájára. Nagyon örülök annak, hogy elfogadtam a meghívást, Juhász Előd. Néhány héttel azután, hogy Sebő Ferenc volt itt a vendégünk, tehát igyekszünk a zenét is körbejárni különböző programjainkon. Hát igen, ő tényleg egy legenda, aki immáron a 80 évén túl is aktív, hiszen a Katolikus Rádióban most is szerkeszt és vezet műsorokat, de hát egy-két percben nehéz elmondani, hogy milyen érdemei vannak, aki zenetörténészként tanult az akadémián, aki olyan nagyságokra volt körülbelül, mint Kodály Zoltán, vagy Bárdos Lajos, olyanokkal találkozott, mint Stravinsky, és hozzáteszem, hogy a máig legnépszerűbb műsora a 2 évtizedig élt zenebutik pedig olyan kivételes műsor volt a magyar televíziós történetében, amelyben a könnyű zene és a komoly zene karöltve jelent meg. Figyeltek ugyanakkor a különböző zenei évfordulókra, népzene is elhangzott ebben a műsorban, és én úgy gondolom, hogy az a szó, hogy legenda, az ő életében mindenképpen teljesen aktuális és jogos. Juhász Előd a Zenebutik műsorvezető szerkesztőjeként generációkon át emelte be a klasszikus és a könnyű zenét a köznapi emberek életébe, s ma, mint a Katolikus Rádió munkatársa, folytatja misszióját. Nem tartom magam különlegesnek, tehát megcsináltam azt, amit még senki, megcsináltam azt, ami adatot és amit lehetett. Ugye mindig zenében éltem, és nem volt olyan tehetségem zenéhez, hogy előadó művész legyek. De volt érzékem, hogy hogyan tudom átadni, hogyan tudom érdekesíteni a zenét olyannak, aki esetleg azt a kompozíciót vagy azt a szerzőt nem szereti. És még valamit azt hiszem örököltem, kínekkel hoztam, hogy a zene alatt én nem csak az úgynevezett szomorú zenét, vagy komoly zenét értem, hanem mindenfajta zenét. Családban volt erre példa az anyai nagypapa, Németh Béla, az tanárember volt Nagybányán, aztán később kerültek át a 30-as években Budapestre, és a tanárság mellett magyar nótákat szerzett. És a magyar nóták között van olyan, amit máig játszanak a zenekarok. Ilyen például a talán legismertebb nótája, dala, a Nem megyek el a templomba. És képzeljék el, amikor a Katolikus Rádióba 13 évvel ezelőtt bekerültem, és ott ilyen életmű beszélgetést csináltak a kollégák, majd elájultak, amikor én elmeséltem, hogy a nagypapa ezt komponálta, Katolikus Rádió. Aztán rögtön hozzátettem, hogy a folytatás Nem megyek el a templomba, amikor téged esketnek. Így már rögtön más. Nagyon fontos pillanat ez nyilván a Bakonyi Pista számára is, és mindazoknak, akik megtisztelték jelenlétükkel itt a Szent István Művelődési Házban. Milyen gondolatokkal fogadta el ezt a meghívást? Hiszen nagyon-nagyon fontos, hogy megismerjenek
ha csak vázlatosan is egy olyan életművet, mint az öné? A legnagyobb örömmel jöttem. Fehérvár nagyon a szívemhez nőtt, nem most, és nem köszönetképpen mondom, bár mondhatnám. Évtizedek óta példákat mondok, amikor a 60-as években, 70-es években indultak az Alba Régia Jazz Fesztiválok itt Fehérvárot. Mi rádiósként jöttünk, közvetítettük, hírt adtunk róla. Tehát azóta már, ha nyugodtan mondhatom, hogy beleszerettem Fehérvárba. Baráti kapcsolatok is vannak, és volt egy családi házunk ide 20 kilométerre Fülén, ami addig élt, ameddig én nyugdíjas nem lettem, de akkor is nagyon gyakran jártunk át ugye Fehérvárra. Plusz ma a Katolikus Rádióban dolgozom, ugye 13 éve, és a Katolikus Rádió vezérigazgatója, a püspök atya, Spányi Antal, aki lehet, hogy megtiszteli a ma estét is itt személyesen. Leveleztem vele, és azt mondta, hogy megpróbál eljönni, de nem biztos, hogy sikerül. És még sorolhatnám, itt találkoztam évekkel ezelőtt Barlai Ödön Szabolcs atyával is, és még nagyon sok példát tudok mondani, de hadd emelem ki Ribi Pétert, aki a Fehérvár Travelt felépítette, 25 évvel ezelőtt kezdte, és azt hiszem már a második-harmadik évben megismerkedtünk, és azóta tart az ismeretségünk, barátságunk. Rengetegszer utaztam velük, nagyon szép élményeim vannak vele kapcsolatban, és ő is azt mondta, hogy megpróbál a ma esti találkozóra ide elszaladni, hogyha sikerül neki. Tehát személyi kapcsolatok is vannak, érzelmi kapcsolatok is vannak, nagyon szeretem Fehérvárt. Zeneátadás, zenehídépítés. Ez kíséri végig pályámat szóban, képben, írásban, hirdeti a kiváló szakember, és mivel a hivatása, a hobbija és a munka a sors kegyelméből életében egyé vált, ez számára a 85 felé közeledve is töretlen erőt és hitet ad, tapasztalhatták meg az est vendégei. Új darabban jelentkezett Ács Tamás, a színművész Babits Mihály Jónás könyve című monodrámáját mutatta be az Igézőben. A művészet béke. Minden ember egyedi, és közben pont olyan, mint bárki más. Új előadással jelentkezett Ács Tamás. Az Igézőben a színművész előadásában Babits Mihály 1938-ban írt örökbecsük elbeszélő költeményét, a Jónás könyvét ismerhettük meg, amely a bibliai próféta életét dolgozza fel. Babits egyik legismertebb műve a II. Világháborút megelőző évben íródott, központi témája a költő profétai szerepvállalása, amely a Nyugat folyóiratban jelent meg először. 1930-as évek végén, Móricz halálával Babitsot szerették volna, hogyha ő veszi át az irodalmi életvezetését, de ugye hát Babits inkább egy introvertált figura volt a magyar irodalomban, ő inkább szeretett a verseivel bütykölni, elvonultan dolgozni, és mégis ugye a 30-as évek elején hát felkérték erre a szerepre, hogy ő legyen a magyar irodalmi életvezére, és hát ez nagyon nem feküdt neki, és többek között egyébként ez a félelme, az ettől a pozíciótól való félelme is benne van a Jónás könyvében. Babits profetikus műve elbeszélő költemény. A bibliai kerettörténetet felhasználva a költő szellemi önéletrajzát, lírai önvallomását írta meg, részben önmagát is a főszereplő Jónással azonosítva. Mondta az Úr Jónásnak, kelj fel, és menj Ninivébe, kiálts a város ellen. Nagyott a baj, megáradt a gonoszság, szennyes habjai szent lábamat mossák. Ószövetségi Jónás történetet írta át tulajdonképpen Babits, de ez nem is csupán egy átírás, mert olyannyira meg tudta tölteni a saját tartalmával a művét, hogy szinte egy teljesen más, egy teljesen új mű született. Ugye az ószövetségi történetben, miután Jónás elmondja a proféciáját, akkor a város elkezd megtérni.
viszont Babicsnál azt látjuk, hogy a profécia hatására a város szinte semmit nem csinál, és aztán az Úr mégis megkegyelmez a városnak, és Babicsnak tulajdonképpen ez a legfőbb üzenete a művében. Ugye 38-at írunk, amikor megírta, azt már lehetett látni, hogy a II. Világháborúba sodródik az ország, és aggódott a népéért, aggódott az országáért, és ezt az aggodalmát írta bele a Jónás könyvébe. A vers nyelvezetében keverednek az archaikus bibliai szófordulatok a modern kifejezésekkel, a költemény változó hosszúságú jambikus versorokból áll, amire a páros rímek jellemzőek és gyakoriak a sorát lépések is. Szólt. És föl kell-e Jónás, hogy szaladna, de nem hová a mennybeli akarta, mivel rühelli a prófétaságot, félt a várostól, sivatagba vágyott, ahol magány és békesség övezze, sem hogy a fedett népség megkövezze. Nagyon sokat gondolkodtam rajta, hogy miről is szól ez a mű, hogy mit üzenhet nekünk. És megpróbáltam lefordítani én is a saját életemre. Az, hogy elfuthatok-e a sorsom elől. Hátat fordíthatok-e a hivatásomnak. Gyakran ugye még a nehézségek árán ugye a színészet nem egy könnyű kenyér. Sokszor azt érzi az ember, hogy bár csinálnék mást, és mégis felkelek reggelről reggelre is, és azt érzem, hogy nekem ezt kell csinálnom, nekem ez a feladatom. A történet fő mondani valója egy erőteljes humanista állásfoglalás, és bemutatja, hogy a költők nem menekülhetnek el a prófétai szerep elől, nem hallgathatnak a létfontosságú közügyekben. Kerülvén azért Jáfó kikötőbe, hajóra szállott, mely elvinni őtet Tarsisz felé, s megadta a hajóbért, futván az urat, mint tolvaj a hóért. Amikor létrehoztam ezt a művet, megtanultam a szöveget, akkor azt éreztem, hogy nem elég az, ha én felveszem az öltönyömet, és akkor pódiumszerűen előadom ezt a művet, hanem miközben mormoltam a szöveget, azt éreztem, hogy megmozdul bennem valami, megmozdított bennem valamit a mű, és azért is választottam ezt a mozgásszínházi, ha tetszik, fizikai színházi formát, hogy egy kicsit ezekkel a mozdulatokkal is közelet tudjam hozni a nézőkhöz. Az Úr azonban szerzett nagy szelet, és elbocsátá a tenger felett. S kelt a tengernek sok nagy tornya akkor, ingó és hulló kék hullám falakból, mintha egy új Ninive kelne hullna, kelne, s percenként összedőlne újra. Forgott a hajó, ketté tört az árbóc, deszkaszál, nem maradt hű deszkaszálhoz. A vers több szálló igeszerű mondatot is tartalmaz, ezek közül a legismertebb, mert vétkesek közt szinkos, aki néma, atya fiáért számot ad a testvér. A Szent István Művelődési Ház adott otthont az Alba Régia Szimfonikus Zenekar Farfakas Ferenc Bérlet sorozata záró előadásának. A Győzelem című koncert karmestere Kovács Péter, Bartók Pásztori díjas hegedűművész volt. A 2023-24-es év somorjai sorozat záróestjének programja a Szerenát című est a legnemesebb értelemben vett klasszikus szórakoztató muzsika néhány gyöngyszemét vonultatta fel a Szent István teremben. A műsor érdekessége volt, hogy a felcsendülő művek közül rendhagyó módon több fiatalkori alkotás, szerzői korán kibontakozó zseniének tanúságtételei is felhangzottak Kovács Péter Bartók Pásztori díjas hegedűművész dirigálásával. Több szempontból is különleges, ugye az Alba Régia Szimfonikus Zenekar, ahogy a nevében is benne van, szimfonikus zenekar, és elsősorban karmesterrel játszik. Most viszont kamarazenekarrá formálódik a vonóskar. Nem lesz karmester, hanem hegedűvel a kézben én irányítom a koncertet. Ez mindenképpen egy váltás a zenekar életében. A műsor tematikája könnyed, ugyanakkor rámenős virtuózitása mindazonáltal hódított, hiszen Mozart, Farkas Ferenc Elgár és Benjamin Britten modernkori zenei nyelvezete igazi élményt nyújtott a zenebarátoknak. Elsősorban kamarazenekari ember vagyok, és ugye van saját együttesem is.
Ez az egyik. A másik meg a műsor összeállítás, hogy úgynevezett könnyed hangvételű, tehát művek kerülnek terítékre, és Szerenád címet viseli a koncert, de azt nem mondanám egyáltalán, sőt, kifejezetten nem mondanám, hogy ezek olyan könnyen előadható darabok. Pont az okozza a feladatot a zenészek számára, hogy nagyon átlátszó, nagyon áttetsző, inkább így mondom, a zenei szövet, és minden nagyon hallatszik, a legapróbb dolgokat is helyre kell tenni, nagyon patika mérlegen kell sok mindent kimérni, ahhoz, hogy az a megfelelő hangzás jöjjön létre, és hogy közel kerüljünk a műveknek az eredeti mondani valójához. Versenyen egyik fontos kérdésre is választ kaptunk, hogy miként kapcsolódik a klasszikus kamarazenekari hangzás és a virtuózitás Mendelssohn fiatalkori műveiben. Hadd említsem például Mendelssohn D-moll hegedű versenyét. Mendelssohn 13 éves volt, vagy 14 körülbelül, amikor ezt a művet írta, hát ez már elképesztő. Nyilván egy fiatal gyereknek, mondjuk így, fia vagy fiatal embernek, a gondolatai azok nem feltétlenül olyan mélységűek, még ha olyan tehetségről is beszélünk, mint Mendelssohn. Tehát az élet naposabb oldalát látja meg ilyenkor az ember. Ez ebben a darabban is nagyon előjön. És hogy a kérdésre válaszolják, nagyon szorosan kapcsolódik a virtuózitás is ehhez az egészhez, hiszen fiatal korában mindenki virtuóz akar lenni, és rohangászni akar a hangszerén, hogy minél gyorsabban játszon és minél jobban villogtassa a tudását, hát ebben a darabban ez nagyon hallatszik. Az est ismét igazi zenei élményt és megerősítést nyújtott a klasszikus muzsika rajongóinak, akik legközelebb a Farkas Ferenc bérlet sorozat záró hangversenyén a Vörösmarty Színházban találkozhatnak a zenekarral, ahol Győzelem címmel Rachmaninov és Beethoven művei csendülnek fel Dobszai Péter vezényletével. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.